Tisztelt polgármester úr, itt vagyunk az Erzsébet-ligeti színházban, megint külső helyszínen. Mi volt itt most? Még van is, most zajlik az egészségügyi és szociális munkanapja, amit a 15 kormányzat szervez minden évben, most már 11. alkalommal. A egészségügybe és a szociális területen dolgozóknak, ilyenkor osztjuk ki az év orvosa díjat, az év szakápolója díjat és az év szociális dolgozója díjat is. Ezek is megtörténtek, és most éppen Pál Dénes koncertje zajlik, talán még be is hallatszik itt a mikrofonban. Ez, amiért ma itt vagyunk. És mi minden történt a héten? A héten sok minden történt, például a mai nap megalakult a fővárosi közgyűlés, az alakulülésen, mint polgármester ott voltam, ugye most már minden kerületi polgármester a fővárosi közgyűlésnek is a tagja egyből, tehát ezért voltam ezen az ülésen, úgyhogy a következő ülésen meg valószínűleg már a bizottságok is fölállnak, és elkezdődik majd a fővárosi önkormányzat új képviselőtestületének is a munkája. Ma választottunk főpolgármester helyetteseket, illetve egy tanácsnokot is. Aztán ezen kívül a tegnapi nap során két fontos dolog történt. Az egyik, hogy volt a kocsmakönyv, én csak így hívom, a éttermekről, kocsmákról és kávéházakról szóló helytörténeti füzetnek a bemutatója, amit a Varga Ferenc és a Széma Rihárd írt közösen. A 34. a sorozatban már most a helytörténeti füzetekben. És ez az egyik olyan, ami talán az én szívem ez a legközelebb áll és a legjobban áll, mert hogy tényleg azok a helyek a kerületben, ahol volt korábban étterem, kocsma vagy bármi más, az megtalálható ebben. A tegnapi nap a másik érdekesség az volt, hogy a Bécsből jöttek szakemberek tanulmányozni a mi kerékpárutunkat, illetve a mellette levő kis pihenő parkokat leginkább. Tehát azért jöttek, hogy megnézzék a bécsiek, hogy nálunk a térközpályázaton mi mindent tudtunk megvalósítani. Nagyon tetszett nekik, amit itt láttak. Ezen kívül fontos volt, hogy Erzsi néni is jártam, aki 90 éves lett, szemmiájjal lakik, és nagyon jó erőben van, és nagyon jó egészségnek örvend. Fantasztikusan neveli te a gyerekeit is, meg a családját, és nagyon összetartó családja van, hál' Istennek. Úgyhogy sok boldogságot, meg hosszú életet kívánok Erzsi néninek, még a továbbiakban is. Hétvégén várható valami program? Igen, több program is lesz, ugye a Szent Mihályi Baptista gyülekezet 100 éves lesz, és ennek lesz egy ünnepsége, ami egész hétvégét fölöleli. Szombaton van az ünnepélyesülés, ha lehet ezt így mondani, az van még mindenképpen ezen a hétvégén. Nagyon szépen köszönjük, és kellemes hétvégét kívánunk. Köszönöm szépen.